A magyar labdarúgó válogatott holnap játsza a norvégok elleni Európa bajnoki pócselejtező párharc első meccsét majd Oszlóban. Ma reggeli első vendégem 1996-ban és 97-ben játszott a skandinávok elleni vb selejtezőkön Az esélyeklubán Fianos János korábbi válogatott hátvédre beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, Jó reggelt, szervusz! Kívánok. Na hát valóban a norvégok elleni feelinget is ismered, tudod milyen az világbajnoki pócselejtezőt játszani. Nem is biztos, hogy kellemes emlékeid vannak róla. Hát, hát, ezt ezt talán nem is te is, is ö, beszéljük ö, most inkább végig, hanem arról mesél picit nekem, hát. Jani, hogy ugye itt nagyon sokan azt mondták a válogatott játékosai közül, ami napi sajtótájékoztató, hogy életük mérkőzésére készülnek. Milyen, mit jelent ez egy játékos életében? Mennyire dermesztő érzése ez egyfelől, és egyben mennyire inspiráló szerinted? Hol, hol van a kettőnek az átbillenése? Hát igazából a, a, játékosok lelkében nem látok bele, de remélem. De ismered ezt a lelkét, igen, ezt, a, is, ezt a lelki Ismerem, viszont ugye most már azért elég rég volt a, a, az oldalvonalon kívülről szemlélem ezt a dolgot, és ugye Magyarországon, itt a selejtezők során is rengeteg olyan mérkőzés volt, amire azt mondtuk, hogy most ez a legfontosabb, ilyen kulcsfontosság, olyan kulcsfontosságú. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez a, ez a két mérkőzés valóban a játékosok szempontjából, legalábbis én számomra játékosok szempontjából fontos hiszen 44 év után megyünk, ha kijutunk az Európa bajnokságról, ugye tudjuk, hogy 86-ban voltunk utoljára a vb n Biztos, hogy a játékosoknak maga az EB életük eseménye lehet, főleg ebből a, ebből a, szempontból is. Ugye nem csak a két mérkőzés, hanem sokkal inkább az EB résztvételt gondolom életük eseményének, és nyilván az odavezető út ez a két nagyon fontos mérkőzés. Remélhetőleg saját magukban azért nem pörgetik ezt túl, hogy az utca ember az eléggé most már felpörgött, mondjuk így. Hát, nem, um, nem... hogy úgy mondjam, túráztatva vannak. Igen, elég, igen, elég, 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 elég komolyan, és én ettől félek is egy kicsit. Épp tegnap este a Sebők Vilivel ezen, ezen beszélgettünk, hogy vajon hol van az egészséges egyensúly. Remélhetőleg a játékosok lelkében egészséges egyensúly van, hiszen forró fejjel szerintem ezt a két mérkőzést nem lehet hozni. Nyilván megfelelő hevülettel, de hideg fejjel lehet a norvégok ellen eredményt elérni, és ugye, hogy átbillen vagy nem billen, én azt gondolom, hogy eléggé profik ezek a futbalisták már ahhoz, hogy ezt megpróbálják azon a talajon tartani, hogy ne billenjen át mondjuk egy blogba, és ne görcsöt okozzon, és ne kössön görcsöt a lábukra. Igen, ez nagyon, valóban nagyon nehéz dolog lehet, és hát tényleg így van ugye, hogy mindenféle számok vannak itt 34 év, mióta nem nyertünk norvégok ellen, és a többi, és a többi, ugye olvassuk az ezzel kapcsolatos számadatokat, ami még további nyomást helyezhet azok vállára esetleg, akik ezt mondjuk nehezebben bírják. Viszont visszatérve a, a, ugye a, a hevületére a dolognak, annál is inkább érdekes, amit mondasz, mert pont egy olyan nép ellen lépünk egyébként pályára, akikre kifejezetten jellemző az, hogy hogy, hogy sem nemzeti szinten nem túráztatják túl szerintem az országot az ügyben, hogy most Norvégia ott lesz az ebén, vagy nem, vagy legalábbis se, feltétlenül nem úgy, mint ahogy mint, ez Magyarországon szerintem, most azért a van benne ez van. van. Nem, tehát ez, ez nyilvánvalóan azért egy picit szólhat, hát, hogy úgy mondjam, a skandináv oldal mellett, hogy hogy talán nem akkora a, a külső elvárás. Én az elvárás, én azt mondom, hogy, pontosan egyensúlyban van a, a válogatott képességével. Uh -huh. Ezért is örültek, ugye voltak aki önfeledten, de örültek annak, hogy a magyar válogatottat kapta. Igen, nem feltétlenül... Így lett volna ezzel, Igen, azt valószín, valószínűleg ugye az erős sorrendeket, hogyha nézzük valljuk be őszintén, hogy azért az ukránokat megkapni a magyar válogatott helyett, most nem feltétlenül egy jó dolog lett volna akár Norvégiában is, Viszont Skandináv ország, Lévén, Svédországot nézzük, vagy Norvégiát, ezt a két országot most egy kicsit jobban én legalábbis jobban így a, a, kirakadban látom, mindkét országban, de most Norvégiánál maradva, nagyon tudják, pontosan tudják, hogy mire képesek, nagyon tudatosan tudják használni az összes fegyverüket, ami van, és az egyik ilyen fegyver az, hogy megfelelő elánnal tudnak neki menni az ellenfélnek, de éppen ebben, amit te is említettél, Norvég hidegfejűségben, nagyon jól, nagyon jól tudnak lavírozni, és ugye nem a legjobb Norvég válogatott, ez amelyikkel most a magyar csapat szembenéz, de azért jó válogatott, és ezt tudják magukról, tudják azt, hogy milyen. Eredményeket értek el, hogy álltak a csoportban ugye az elején, és hogy jöttek föl végig. Tehát mindennel tisztában vannak. Nem csinálnak belőle látványkonyhát, tehát nem az, hogy akkor most mi ezt csináljuk, azt csináljuk. Mi ki szeretnénk jutni az elbére, és ezért mi minden olyan fegyvert felvonultatunk, aminek a tudatában vagyunk, hogy tudjuk használni. Tehát körülbelül így, így gondolom ezt a norvégok részéről, és bárhonnan is nézzük őket, akár ugye a. A 90-es években, amit te is idéztél, hogy játszottunk ellenük, ez jellemzőket mennek, csinálják, és az eredmény ebből ered. Ebből ered. Picit akkor most beszéljünk a mi, a mi oldalunkról, ugye, is inkább, mert uh, itt ezért látható, hogy man Stork igyekszik egy kicsit, ha nem is azt mondom, hogy más dolgoknak is hangsúlyt adni, mióta ugye új stábja van, és mióta valóban úgy tűnik, hogy az ő kapitányságának is ez lesz nyilván a legnagyobb megmérettetése értelemszerűen. Az például egy érdekes dolog, hogy bár azért a nyilatkozataiból persze ez nagyon józan logikának tűnik, kiolvasható, hogy, hogy mi lehet kid más a cél, természetesen egy nagyon erős védelem, nyilvánvalóan lehetőség szerint nem gólt kapni, mi több idegenben szerezni egy Találathocskát, és ide-haza persze úgymond támadó játékkal. Igen, itt, ugye itt a, a norvégokban viszonylag magabiztosan, ugye most elmondtam ezt a körmondatot. Magyar válogatottnál van egy nagy kérdés, hogy vajon Stork ezzel, amit most az elmúlt néhány hétben véghez vitt, ugye a stávot kicserélte, Játékosom, hogy a Dani nincs a keretben, Igen. ugyanakkor van Klein aki nem nagyon játszik. Tehát valamire készül, amire megmondom őszintén, hogy nekem egy csomó kérdőjel, tehát nem vagyok tisztában. Szóval neked, neked is? Ne, nekem, nekem is kérdőjel, én azt, én azt bem bemerem vállalni, vagy felmerem Jó, vállalni. Hát azért, vagy, a, a, hogy több. A szakembereknek is az akkor pláne korpláda Igen, ne, Nekem az, nem mm. tudom, hogy más szakembernek, vagy más, másoknak ez mit jelent, én nekem mindenféleképpen kérdőjel, illetve az, hogy lehetett olvasni az ő Nyilatkozataiból, hogy a labda helyezni a hangsúlyt. Na most ez a magyar válogatott jelenleg, én úgy gondolom, hogy a dárdai Pali paliféle biztos védekezés ne kapjunk ott, és egy-egy helyzetet akár pontrugásból, akár egy kis szerencsével, de ki tudjunk használni, az jobban élik valahogy nekem még erre a kicsivel, kicsit átalakított magyar válogatottra is, és ebből eredően nekem nagyon nagy kérdés, hogy vajon most Oszlóban, illetve vasárnap itthon Magyarországon mit tud produkálni a válogatott, hogyha Ben Stork például a labda birtoklásra helyezi a hangsúlyt, mert, mert én nem annyira érzem ezt biztosnak. Hát ez, ez az egyik, a másik azért ugye a sok-sok aranyigasság közül azért már az is többször elhangzott, hogy labda labdabirtoklásból azért meg nem biztos, hogy mérkőzés lehet nyerni. Tehát a statisztikai adatok jók, jó de nem azért. feltétlenül jelentik egyébként ugye a végcél megvalósulását. A másik, másik dolog az, hogy egy picit a, 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 a csapat lelkületéről is beszéljünk még, most, most, talán inkább edzői oldalról, ami persze azért a taktikával is összefügg. Ugye Deltai maga is nyilatkozta, hogy reméli, hogy mindaz a befektetett munka, amit ő valóban ennek a csapatnak az erős védekezése, átformálása irányában tett, az majd, majd nem vész És ugye az is látható volt, hogy nyilván az elbiselejtezők mondjuk masszív, sikeres időszakában ez volt az egyik legesleg fontosabb taktika. Viszont az valóban nagy kérdés, hogyha, hogyha megnézzük, hogy azért ez a labda labdabirtoklás, azért egy picit úgy érzem, hogy középpályán erősebb válogatott lenne erre igazából képes, nem? Igen, az egész, egész keret. Így, magyar, magyar válogatott azért kiállított magáról egy bizonyítványt, ami nem feltétlenül, ugye sokan azt mondják, hogy a szerencsét nem tudtuk meglovagolni, hiszen volt azzal, hogy, hogy legjobb harmadikként ki tudtunk volna menni, illetve, hogyha Dublinba sikerül nyerni, akkor, akkor kimehetünk, az, az lett volna. De ez, ez, emellett a kritikák, mert én azon, hogy magyar válogatott azért a csoportmérkőzések a kvalifikáció alatt, azt hozta, amire képes, és azt jól. A Ferüer válogatott ugye magán, maga fölött teljesített, illetve az északi, a többiek meg nekem nem azt hozták, amit egyébként tudtak volna. Hát ez a válogatott azzal, amit, amit a, a során művelt, azzal az, ami, vagy akik a játékosok. Nem tudom, és főleg így ilyen, ilyen létfontosságú mérkőzésért, egy ennyire szervezett egyébként támadni is tudó Norvég válogatott ellen, ezen változtatni, egy kicsit kihozni a válogatottat a komfortzónából, nem biztos, hogy tanácsos. Hozzáteszem, nem biztos, hogy ez lesz, tehát lehetséges, hogy, hogy amit olvasunk Ben Stolkra, az még a jövő zenéje inkább, mint sem most az oszlói mérkőzésé, de én, én félnék ebből a komfortzónából Eh, hogy is mondjam, kimozdítani a válogatott. Hát és a jövő zenéje, az, az szerintem nagyban attól függ, hogy mi történik ezen a két mérkőzésen, ja, hogy lesz ja, a jövő ja, zenéje, ja. amire mondjuk Ben Stork építkezhet. És akkor még, még egy picit talán azt ugye, hogy ez a stábcsere valóban azért sok szempontból itt én kicsit úgy érzem, hogy inkább Ben Stork komfortzónáját volt hivatott megteremteni, ugye ő azt mondta, hogy olyan emberekkel szeretne dolgozni, akik profik, illetve hogy hozzá nyilván gondolom közelebb állnak. András Möller személye például, aki azért még, még, nem olyan halvány emlék mondjuk az idősebb játékosok fejében. Ugye tudjuk, hogy Dárdai Pálnak például az is egy óriási erénye volt, hogy az ő aktív éveit még azért vissza lehetett idézni, tehát volt egy el nem múló ilyen szempontból aktív élmény. Hozzáteszem persze azért az ő, ő magyar nyelven való kommunikálása, az ő motivációs képessége, tényleg az ő kisugárzó személyisége nagyon-nagyon sokat hozzátett ennek a csapatnak szerintem a fejlődéséhez. Ez vajon egy viláklasszissal, de egy nem magyar viláklasszissal megérkezve a csapat mellé segíthet -e? Itt igazából az idő a kérdés szerintem. Ugye a profi játékosok lévén szó, azzal az edzővel kell dolgozni, akit az élet odasodort. Sodor. Oda Most igen. egy kicsit azért a, a Möllernek a szerepe, nem nem ismerem őt, megmondom őszintén, munkásságáról lehetett olvasni, játékosként természetesen, igen, ismerem, úgyhogy így két-három két héttel a, a, tulajdonképpen a, a sorsdöntő pótserejtezők előtt Bejön a, a kép nem tudom, hogy mit tud hozzáállni, meg szintén tényleg, tényleg nem tudok erre uh -huh. konkrét választ hozni. Remélhetőleg tud valami olyasmit, amiről megint csak az öltözőben, illetve a, a telkiben, az edzőtáborban már a játékosok is tudnak, mi pedig nem. Legyen így, de én inkább azt mondom, hogy az idő lehetséges, hogyha, ha több időnk van őt megismerni, több információ jön ki. Adott esetben látjuk mondjuk egy barátságosi felkészülési mérkőzésen a válogatottal, akkor most én is, illetve nagyon sokan velem együtt nyugodtabban ülnének a a ott otthon. Még egy szakmai kérdés, ugye azért elég rendesen jelen vagy az utánpótlás nevelésben, és nyilvánvalóan ilyen szempontból edzői tapasztalataid is vannak. Ugye egy nagyon intenzív munkát indított testork fizikai szempontból is, felmérés szempontjából is az itt játszó válogatottakkal, ugye itt az elmúlt egy hétben. Volt ebben például egy konkrét olyan erőfelmérés, erő felmérés, vagy állóképesség felmérés is, ami azért egy elég komoly csúcs terhelést is jelent. Vajon egy ilyen komoly tétmérkőzés előtt, egy olyan egy héttel egy ilyen jellegű terhelés nem szokatlan? Hát igen, szokatlan egy kicsit, hogy többen kritizálták is, akik egyébként közelebb vannak mondjuk a felnőtt futballhoz, ők egy, egy is kritizálták, többekkel beszélgettem erről. Nem tehát tudom, ki hogy lehet ez... egyébként egyet hát egy valós eredmény, tehát tényleg képes egy állapot, állapot, állapot felmérés az inkább. Most, Aha. hogy ez mennyire, mennyire, terhelő volt ez a, ez a felmérés, az ez, ez nyilván ott vagyok, látom, illetve amik, amiket tudunk róla. Ez inkább egy állapotfelmérés volt, ami megint csak nekem egy ott sántít valahol, hogy valószínűleg nem csak a magyar játékosok, sőt a légiósok ugye hétfőn csatlakoztak a kerethez, tehát a légiósok közül is biztos négyen, hárman, négyen, öten pályán lesznek, nem feltétlenül a magyar válogatott állapota fogja meghatározni, tehát a Magyarországon játszók állapota fogja meghatározni csak a mérkőzést nyilván oka meg volt rá, elképzelhető, hogy a, a, annak szólt egy kicsit, hogy a, a két mérkőzés, ugye kettő darab pihenő nap van, meg a, a, a meccsnapját én már mérkőzésnek számítom nem pihenő napnak, mm. tehát kettő pihenő nap van, és ebben a regenerációban talán tudott azt mondani, hogy oké, okay, ez a játékos valószínűleg két mérkőzést, két nap, három nap alatt nem fog tudni lejátszani, még nem más. Igen, tehát valami állapotfelmérést gondolok én em mögé, egyébként nem feltétlenül gondolom, hogy indokolt egy válogatottat így felmérni, hiszen azért lehet látni, hogy a csapatokban... Hát nem ebben az időszakban. Hát így, tehát, így, így van, így van, tehát igen. ennyire ennyire közel a selejtező. Van egy-két, mondom, egy-két olyan Ben egy-két olyan megmozdulás így a, a, a mérkőzések előtt, ami az idő rövidsége miatt furcsának tűnik, Egyébként nem tudom, hogy vajon, vajon furcsának tűnt volna akkor, hogyha, ha van elég idő, de való igaz, hogy mondom még egyszer itt visszatérve arra, hogy ezek is, amiket itt most elemezgettünk, illetve beszélgetünk, az is sok kérdőjelet tartalmaznak még nekem, úgyhogy én csütörtökön, ha leülök a tévé elé, akkor kíváncsi És látni fogod az összeállítást, akkor már nagyjából sejteni fogod, hogy mi lesz, vagy még abban is azért lehet a pályán. Nagyon. Hát nyilván, hogyha Meglepetés. majd az egy, a vég, végső összeállítást látjuk, hiszen, hiszen azért ott, ott azért sok minden eldől, lehet már látni, hogy mi, mi jön, már nagyon nagy változásokat én azt gondolom, vagy nagyon nagy meglepetéseket én nem hiszem, hogy tartalmazhat, és egy kicsit remélem is, hogy nem tartalmaz, meg Akkor egy, egy tipre vállalkoznál? Már az összeállítás? Eredmény tekintetében. Egy eredmény, hát eredmény tekintetében nem szeretek te. tippelni, egy szoros mérkőzést várnék Oszlóban, remélhetőleg... Remélhetőleg uh, idegen mellőtt góllal. Tényleg nagyon, nagyon nehéz tüpölni, jó, jó, hát de, de egy szoros, szoros mérkőzéssel lennék én elengedett. Sajnos. Uh, Benne van a mérkőzésben sokféle eredmény, akár az is, hogy a magyar válogatott nyároszlóban, de az is, hogy a norvégok elő, olyan előnyt szereznek, hogy, hogy vasárnap nehéz, mondom, rengeteg kérdő elülök én most itt. Igen, többen vagyunk ezzel de nagyon örülök, hogy te is ezeket, ezeket a kicsit kétkedő gondolatokat megosztottad velünk, mert nyilván sokak érzik magukat hasonlóan, és akkor akkor nem érzik magukat egyedül is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, itt egy picit azért mégis úgy beigazítottál minket. Köszönöm. köszönöm.